érdeklődés a csok iránt. Sokan keresik fel az ingatlan irodákat a 10 plusz 10 milliós családok otthonteremtési kedvezménye miatt a megyeszékhelyen, ám egyelőre még sok a nyitott kérdés. Trükkös tolvajok több alkalommal károsítottak meg idős embereket magukat közüzemi szolgáltató cégek munkatársainak kiadó bűnözők Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Őszintén az autizmusról, a becslések szerint több mint 140 ezer ember autista Magyarországon, viszont csak 10 ezernél diagnosztizálták hivatalosan a betegséget. Sokan keresik fel az ingatlan irodákat a 10 plusz 10 milliós családok otthonteremtési kedvezménye miatt a megyeszékhelyen, ám mivel a válság óta kevés ingatlan épült, a lehetőségek egyelőre szűkösek. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A január 1-től bevezetett módosult csok fellendítheti az évek óta nehéz helyzetben lévő építész szakmát, közölte a megyei építészkamara elnöke, aki szerint azonban még sok a nyitott kérdés a konstrukcióval kapcsolatban. A családok otthonteremtési kedvezménye sok változást hozott a 2016-os évben. Bevezetésével a szakemberek egyöntetűen lakásépítési boomra számítanak, ám a szakma úgy véli, sok feltétel nem adott még ennek az eléréséhez. Az egyik ilyen probléma, hogy míg az építészkamara országos tagsága a válságot megelőző időkben elérte a 10 000 főt, a 2015-ös őszi statisztikák szerint ez a szám 6 000-re csökkent. Sokan szüneteltetik vagy végleg feladták a tervezői munkát, valamint a szakemberek egy része külföldre költözött. Gördülékenyebbé teheti viszont az otthonteremtést, hogy ettől az évtől az építési engedélyezési eljárás jelentős mértékben könnyebbé vált, amivel főleg a tervezők felelőssége lesz nagyobb, közölte a megyei építészkamara elnöke. Könnyített lakóépület kivitelezési lehetőség, az első lépések magyarul jóval hamarabb és költségmentesen szinte elkezdhető, viszont az emögötti műszaki tervdokumentáció komolyságára hívja fel a figyelmet a kamara elnöksége, tehát az eddigi dokumentációktól elképzelhető, hogy még alaposabb terveknek kell felkerülni az elektronikus ETDR rendszerbe, ahhoz, hogy egyrészt valami alapján ellenőrizhető legyen mégiscsak az építkezés, erre létezik az építésfelügyeleti szervezeti forma, és valaki ezt azért nyilván figyelemmel követi, hogy mi zajlik a lakóépítkezéseken. És a tervező szerepe részben a tervek elkészítésével kapcsolatban, részben a kivitelezésre való odafigyelés kapcsán is felértékelésre kerülhet. Aki építkezésbe kezd, már a telekvásárlásnál nagy árkülönbségekkel találkozik, míg kisebb településeken akár 3 000 forintos négyzetméter áron lehet telekhez jutni, addig megyeszékhelyeken vagy a fővárosban ez az ár akár a 40 000 forintot is meghaladhatja. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéhez több feltételt is teljesíteni kell az építkezéseknél. Az egyik ilyen a lakások és házak korszerű energiahatékonysága, amivel az új épületek energiaigénye akár a felére is csökkenhet. Ha egy épület központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével valósul meg, akkor azoknál már azokat az energiahatékonysági követelményeket kell érvényesíteni, amelyeket egyébként csak 2018-tól kellene alkalmazni. Mindenképpen oda kell figyelni azoknak, akik saját maguk fognak építkezésbe belevágni, mert hogy abban is módosult az építési szabályozás, hogy ha ma kezd bele valaki egy építkezésbe, de 2018-ban, de várhatóan csak 2018-ban kerül használatba vételre az az épület, már abban az esetben is az akkor érvényes, tehát a szigorított épületenergetikai elvárásoknak megfelelően kell majd átadni, illetve használatba venni az épületeket. A magyar családok nagy része energetikai szempontból elavult épületben lakik. Ezeket jellemzően a 80-as években építették az akkori hőtechnikai szabályozások szerint. Ezért is van szükség arra, hogy a követelményeket egy modern 21. századi szintre emeljék, tette hozzá a szakember. Bár sokan érdeklődnek a kedvezmények miatt az ingatlan irodákban, az egyelőre nem pontosan ismert feltételek és az elmúlt évek visszaesése miatt egyelőre nem tudnak hatékony segítséget nyújtani az ügyfeleknek az ingatlan közvetítők sem.
Az évünk természetesen úgy indult, hogy hatalmas lakossági igény jelentkezett az új családtámogatási kedvezményre. Hatalmas az érdeklődés az új építésű lakások és családi házak iránt, azonban a kínálati oldalon nem tudunk igazából versenyképesek lenni, mivel az utóbbi időkben a kialakult építőipari helyzet miatt nem épültek új társasházak Nyíregyházán, és a családi házas építkezési kedv is alább hagyott. Így mindenki rohamszerűen megrohamozott minket, hogy szeretnének új lakást vásárolni, de egyelőre mi is csak tapogatózunk, és keressük a lehetőségeket, hogy hogyan tudunk ebben segíteni. A korábbi években a kisebb településeken mindössze 3-4 családi házra adtak ki építési engedélyt. A szakemberek azonban bíznak benne, hogy ez a szám a következő években jelentős mértékben megnő majd. Több alkalommal károsítottak meg idős embereket magukat közüzemi szolgáltató cégek munkatársainak kiadó bűnözők Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A módszer gyakran hasonló, az otthonukban felkeresett sértetteknek azt mondják, hogy túlfizetés miatt pénzt kapnak vissza, de ehhez egy nagyobb címletet kell felváltani. Az elkövetők megfigyelik, hogy áldozatuk honnan veszi elő a pénzét, majd elterelik a figyelmét és ellopják. Leginkább az idősek és az egyedül élők vannak kiszolgáltatva ennek a visszatérő trükkös lopásnak. Az átverésekre leggyakrabban a nyugdíj kifizetésekor lehet számítani, mivel ekkor sokan nagyobb összegű készpénzt tartanak otthon. A rendőrség tájékoztatása szerint, ha látszólag egyedül is van az elkövető, a legtöbb esetben az áldozat figyelmének elterelésében társak is segítenek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főkapitányság illetékességi területén szerencsére nem nagy számban, de visszatérően jelentkező bűncselekmény, amikor bűnelkövetők magukat szolgáltatók munkatársainak kiadva felkeresik a 60 éven felüli idős állampolgárokat, közlik velük, hogy túlfizetésük van, hozták a túlfizetés összegét, ilyenkor nagy címletű pénzösszeget adnak át az idős személynek, és megfigyelik, hogy honnan veszi elő az idős személy a visszajáró pénzt, utána elterelik a figyelmét, és ellopják a megtakarított pénzt, ugyanis többnyire általában onnan veszik elő a visszajáró pénzt, ahol a megtakarításukat is tartják. Pál Gyula arra hívta fel a figyelmet, hogy a szolgáltatók semmilyen esetben sem visznek vissza az ügyfelek lakására készpénzt. A túlfizetést postai úton vagy folyószámlára utalva adják vissza, vagy levonják a következő számlából. A rendőrség szerint az ilyen lopásos bűncselekmények kis odafigyeléssel megelőzhetők. Szomszédok is figyeljenek oda egymásra, a fiatalabbak figyeljenek oda az idős rokonaikra, szülőkre, nagyszülőkre, illetve mi magunk is tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne következhessen be. Tehát lehetőleg ne tartsunk otthon sok pénzt, ha már mindenképpen muszáj, hogy otthon tartsuk, akkor lehetőleg ne egy helyen, de még jobb, hogyha falhoz vagy valami nehéz tárgyhoz rögzített, zárható kazettában tároljuk az értékeinket. Fontos továbbá, hogy a szolgáltatók munkatársaitól minden esetben kérjenek fényképes igazolványt, mielőtt a lakásba engednék őket. Ha pedig bármilyen bűncselekményre utaló jelet észlelnek, azonnal kérjenek segítséget a 112-es segélyhívószámon. A becslések szerint több mint 140 ezer ember autista ma Magyarországon, viszont csak 10 ezernél diagnosztizálták hivatalosan a betegséget, tájékoztatta televíziónkat Oravec Lizanka, a megismerhető autizmus generáció tagja. Az érdekképviselő maga is Asperger-szindrómás autista. Sorstársával, munkatársával, Fekete G. Viktorral Nyíregyházán tartottak előadást az autizmusról. Kiemelték, ez nem betegség, hanem fejlődési zavar. Az autizmus elsősorban három területen okoz jellegzetes tüneteket, ez a kommunikáció, a társas kapcsolatok és az úgynevezett rugalmas viselkedés szervezés. Az egyik legfelismerhetőbb, már gyermekkorban is észlelhető tünet a beilleszkedési nehézség, de számos más területen is másképpen viselkedik egy autista, mint egy átlagosan fejlődő gyermek. Tudni kell, hogy ez nem betegség, ez egy fejlődési zavar.
Magyarországon a statisztikák szerint, a régi statisztika azt mondja, hogy minden 100 emberből egy autista vagy autizmussal élő, de ezt ma már tudjuk, hogy sokkal nagyobb számadat, tehát most már inkább a 68 az egyhez az arány, ez Magyarországon 144 ezer embert érint körülbelül, viszont ebből csak 10 ezernek van diagnózisa. Ebbe beleértem a felnőtteket és a gyerekeket is. Az autista gyermekek felé sok az elvárás. Sokszor erőltetik a közösségi életet, a nem speciális intézményekben való nevelkedést vagy éppen tanulást. Azonban fel kell ismerni, mindenkinek saját igényei vannak. Nagyon sok olyan elvárás van az autista gyermekek felé, aminek vagy nagyon nehezen tudnak egyébként megfelelni, vagy nem látják értelmét, hogy megfeleljenek. Nagyon egyszerű például, hogy a szemkontaktus tartása, vagy a tanárnőre figyelni, amikor egyébként elég csak őt hallgatni. Saját élménye ezzel kapcsolatban sokszor azt gondolták a tanárok, hogy én nem figyelek, mert folyton kifelé néztem az ablakon, pedig valójában én sokkal jobban hallok, hogyha a fülemet fordítom az adott irányba, és engem csak megzavar, hogyha látnom is kell, amit a tanár mond. Éppen ezért fontos az, hogy ezekkel ne csak az adott gyermek legyen tisztában, hogy minek kell megfelelni, és mi hogyan működik jobban, hanem a szülő is, aki segíti őt, illetve a pedagógusok, akik ez alapján jobban fel tudják mérni azt, hogy hogyan kell egy autistához fordulni. A nyíregyházi előadást a Göllesz Viktor speciális iskolában tartották egy olyan apuka kezdeményezésére, akinek kisfia ebben az intézményben tanul. Az iskola 218 diákja közül 37-en autisták. A legjobb rezsi megtakarítása a fel nem használt energia árának a megtakarítása. Ezt Csabai Lászlóné, az MSZP Szabolcs-Szatmár Bereg-megyei alelnöke mondta a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A politikus arra hívja fel a kormány figyelmét, hogy az új lakások építéséhez hasonlóan az energiatakarékossági felújítások áfáját is mérsékeljék 5%-ra. Legalább az új lakáshoz hasonlóan erre a területre is ki kellene dolgozni az 5%-os áfa lehetőségét, ezzel ösztönözni a családi ház és a társasházban lakókat, hogy energiatakarékos felújításokat végezzenek, hiszen a legjobb rezsimegtakarítás a fel nem használt energia árának a megtakarítása. Felborult egy hússzállító kis teherautó Nyírmada és Nyulaháza között. A balesetben ketten sérültek meg. Információink szerint a jeges csúszós úton nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett a sofőr, a járművön pedig nyári gumik voltak. Az autóban lévő sérülteket a Baktalórendház és a kisvárdai hivatásos tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki. Idén is megrendezik a napkori nemzetközi böllérversenyt. A programokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Magyarorsi Péter bejutott a legjobb 16 közé a szegedi A-kategóriás világranglista versenyen. A nyíregyházi tekéző a kieséses szakaszban a világbajnok Zavarkó Vilmossal szemben maradt alul. A hétvégén folytatódik a bajnokság a Szuperligában. Az NTK szombaton a BKV előre csapatát fogadja. A Hungarotalk Debrecen csapata nyerte Máté Szalkán a 8. Szízó Sportszer Kupa kispályás focitornát. A második helyen a Gacsái Szamosker Kft. Együttese végzett. A harmadik helyet pedig a nyíregyházi Dájer szerezte meg a 44 csapatot felvonultató rendezvényen. A népi hagyományoknak megfelelően idén is mangalicát dolgoznak majd fel a versengő csapatok a napkori nemzetközi böllérversenyen, jelentette be a gasztrorendezvény sajtótájékoztatóján Támba Miklós. Január 16-án szombaton a falusi disznótorossal és többek között a szalmával, perzseléssel is megismerkedhetnek azok, akik napkorra látogatnak. Újdonság, hogy úgynevezett gasztrojeggyel a versengő csapatoknál is kóstolhatnak majd az érdeklődők a napkori böllérversenyen, hiszen a legtöbben ezért látogatnak ki egy-egy gasztronómiai rendezvényre. A hurka kolbász mellett a falusi disznótoros kiváló ételei készülnek majd a fesztivál helyszínen. 15. alkalommal kerül megrendezésre a böllérverseny, aminek a nevében nemzetközi böllérversenyként hirdetjük, hiszen az is. Három csapat indul most határon túlról, ez három testvértelepülésünk, Szatmárhegy, Erdőd és Kaplony.
tehát a nemzetköziség az adott, de az bátran kimerem jelenteni, hogy több érdeklődő van már, tehát az ország minden részéről, Szegedtől, hagy ne soroljam, hogy honnan, hogy buszokkal érkeznek és parkolásról érdeklődnek. A rendezvény hivatalos tájékoztatóján a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke elmondta, a Magyar Turizmus ZRT az idei évet ismét a gasztronómiához köti majd, mint a 2015-ös évet. Most a gasztronómia élmények éve lesz ma Magyarországon, amely marketing, egy bizonyos marketing szemléletet tükröz. Mi, mint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, országos elnökség úgy döntöttünk, hogy 100%-ban támogatjuk ezt az elképzelést és a Turizmus ZRT-nek az ez irányú teendőit. 2016-ban mi is nem csak ezeket az élményeket szeretnénk végigkísérni rendezvényről rendezvényre, hanem különböző programokkal jelentkezünk majd mi is az ország bármely pontján megjelenhetünk, megjelenhetnek kollégáink. A január 16-ai napkori böllérversenyen versengő csapatok a népi hagyományoknak megfelelően idén is mangalicát dolgoznak majd fel. Azt mondjuk, hogy a mangalicának teljesen zsírsavat tartalmaz, de csak a fiatal mangalicánál fordul elő. Édesteljesen a húsnak jobb íze van, mert zsírral át van picit szőve, nincs olyan sovány, picit zavtasabb a hús, azt tudjuk mondani, nem zsíros a hús, hanem zavtasabb a hús. A hétvégi rendezvényen díjazzák majd a legjobb böllért, a legfinomabb toroskáposztát és fogópálinkát is. Magyarorsi Péter bejutott a legjobb 16 közé a szegedi A-kategóriás világranglista versenyen. A nyíregyházi tekéző a kieséses szakaszban a világbajnok Zavarkó Vilmossal szemben maradt alul. A hétvégén folytatódik a bajnokság a Szuperligában. Az NTK szombaton a BKV Előre csapatát fogadja. Az elmúlt hétvégén 14. alkalommal rendezték meg Szegeden a BB Mentor kupát, Magyarország legrangosabb egyéni tekeversenyét, amelyen világranglista pontokat is lehet szerezni. A nyíregyházi színeket Kastura Zsolt és Magyarorsi Péter képviselte. Utóbbi az alapversenyben 624 fát ért el, így bejutott a legjobb 16 közé. Ott a többszörös világbajnok Zavarkó Vilmossal találkozott, aki 2-0-ra verte a két nyerszettig tartó mérkőzésen. Magyarorsi a torna történetében első nyíregyházi versenyzőként léphetett dobóállásba kieséses szakaszban. Decembertől másképp edzek, és talán a felkészülésem hozta meg, ez a másféle felkészülés hozta meg ezt a váratlan jó eredményt. Nagyon izgultam, főleg a döntő, hát 200, legalább 200 szurkoló tömve volt a csarnok, amit én megmondom őszintén, el se tudtam képzelni, hogy milyen érzés. Hát remegett a lábam, megmondom őszintén. A világ egyik, ha nem a legjobb játékosával kerültem össze, sajnos nekiállt az ászló, ők ebből élnek, úgyhogy nem is csoda. A hétvégén folytatódik a bajnokság a Szuperligában. A nyíregyházi tekeklub az első körben 3 győzelem mellett 8-szor szenvedett vereséget. Magyarorsiék célja az, hogy a jelenlegi 9. helyről előrébb lépjenek a tabellán. Nagyon szerencsésnek mondható a sorsolásunk. Ősszel sajnos elszórtunk egy pár pontot, amit itt tavasszal van lehetőségünk pótolni, már abból is, hogy a 6 hazai mérkőzésünkből 4 csapat biztosan verhető itthon, és így is fogunk hozzáállni. Az NTK hazai környezetben a BKV Előre ellen kezdi a tavaszi szezont. A mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában. A Hungaroturk Debrecen csapata nyerte Máté Szalkán a 8. Szízó Sportszer Kupa kispályás focitornát. A második helyen a Gocsái Szamosker Kft. Együttese végzett, a harmadik helyet pedig a nyíregyházi Dyer szerezte meg a 44 csapatot felvonultató rendezvényen. 4 napon keresztül pattogott a labda a Máté Szalkai sportcsarnokban, ahol 44 együttes lépett pályára a 8. Szízó Sportszer Kupán. A két határon túli és a környékbeli gárdák mellett Budapestről, Miskolcról és Debrecenből is érkeztek résztvevők, az alkalmi csapatokban pedig több neves futballistát is láthattak az érdeklődők. A 46-szoros válogatott Bodnár László szülővárosában léphetett pályára. Minden évünk a Bicspati sátorra, és általában mindig a csoportba tovább jutunk, és az egyeneságok kiesésben mindig kiesünk. Szóval mi is csalódottak voltunk, hogy általában hogy elindulunk és mindig kikapunk, de amúgy a tornáról egy szót, hogy tényleg nagyon színvonalas, minden évben teljesen új csapatok jelentkeznek, és ha így megy évről évre, akkor szerintem ez Máté Szakák egy jó hírnév, sőt, aki szeret focizni, sőt, főleg akik fiatalok vagy családosok kiállnak ide, szerintem ez nagyon jó Máté Szakának is. Máté Szalka polgármester elmondta, hogy 2 hónapon keresztül minden hétvége a futballról szól a városban.
Büszke vagyok arra, hogy itt az elkövetkezendő egy hónapban, illetve már az előző héttel kezdődően is pezseg a sportélet. Egy öreg fiúk tornával kezdődött a múlt héten, gyakorlatilag most ez folytatódott, és jön még az ifjúsági, jön még az utánpótlás torna. Ez azt jelenti, hogy ki lehet mondani, hogy Máté Szalkán két hónapon keresztül minden hétvégén tele van a sportcsarnok, hogyha így végignézünk. Ez a mai torna 500 játékost mozgatott meg, MB2, MB3 megyei szintű csapatokat, 44 csapatot, és legalább annyi 500 turkoló, aki jelenleg is itt ül a hátam mögött. Ez azt jelenti, hogy egy ekkora városban, ekkora, ha úgy tetszik, pezsgést a sportéletben varázsolni, én azt gondolom, hogy legyünk sírszerűek, nem kis pálya, és ezért szeretném megköszönni minden szervezőnek azt, hogy a munkájával, energiájával segített azt, hogy házigazdái lehessünk ennek a tornának. A tornát végül a Hungarotár Debrecen nyerte a Gacsai Szamoskér Kft. És a nyíregyházi Dájer együttes előtt. A gólkirályi címet a Dájerben szereplő Petru Kosztel szerezte meg, a legjobb kapusnak a debreceni Dukát Pétert, a legjobb játékosnak pedig a szamoskeres Balog Árpádot választották meg a szakemberek. Az első forduló jelentette a végállomást Fucsovics Márton számára az Australian Open selejtezőjében. A világranglista 193. helyén álló nyíregyházi teniszező a 123. helyen jegyzett japán Tatsuma Ito ellen lépett pályára, és a több mint 40 fokos hőségben lejátszott mérkőzést az ázsiai játékos nyerte 6-1-6-3-ra. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Sokan keresik fel az ingatlan irodákat a 10 plusz 10 milliós családok otthonteremtési kedvezménye miatt a megyeszékhelyen, ám mivel a válság óta kevés ingatlan épült, a lehetőségek egyelőre szűkösek. A január 1-től bevezetett módosult csok fellendítheti az évek óta nehéz helyzetben lévő építész szakmát, közölte a megyei építészkamara elnöke, aki szerint azonban még sok a nyitott kérdés a konstrukcióval kapcsolatban. Több alkalommal károsítottak meg idős embereket magukat közüzemi szolgáltató cégek munkatársainak kiadó bűnözők Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A módszer gyakran hasonló, az otthonukban felkeresett sértetteknek azt mondják, hogy túlfizetés miatt pénzt kapnak vissza, de ehhez egy nagyobb címletet kell felváltani. Az elkövetők megfigyelik, hogy áldozatuk honnan veszi elő a pénzét, majd elterelik a figyelmét és ellopják. A becslések szerint több mint 140 ezer ember autista Magyarországon, viszont csak 10 ezernél diagnosztizálták hivatalosan a betegséget. Tájékoztatta televíziónkat Oravec Lizanka, a megismerhető autizmus generáció tagja. Az érdekképviselő maga is Asperger-szindrómás autista. Sorstársával, munkatársával, Feketegyé Viktorral Nyíregyházán tartottak előadást az autizmusról. A Kölcsei Televízió iradóját látták szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is megnézhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, kisebb esővel, hóval. Változó nedvesség tartalmú, 1-2 fokkal hidegebb levegő áramlik fölénk, de a hőmérséklet még meghaladja a sok évi átlagot. Éjjel felhős idő várható, eső, havas eső, ónos eső helyenként előfordulhat, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, helyenként a nap is kisüthet, a változó irányú szél mérsékelt marad. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Pinteken több felé számítani lehet csapadékra, északon inkább havas esőre, délutántól azonban nyugat felől felszakadozik a felhőzet. A hét végén csak néhol várható kisebb havazás, hózápor. A jövő hét elején már nem valószínű csapadék, mindenütt csökken a felhőzet. Egyre csípősebbek lesznek az éjszakák, és vasárnaptól hazánk nagy részén napközben sem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet.